ez király volt, ez tetszett ez a pálya, ez jó volt. Egy másodperc. Bocsánat, csak hajtja a nózimat. Na, menjünk a gátra dolgozni. Azt mondja, ujj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 j
nem lehet rossz, nem lehet rossz állomásra, nem lehet rossz állomásra a vonatocska, és nem vehetek kettőnél több extra mozdonyt. Érdekes. Na srácok, hát nézzük meg, hogy mi ez. Hú, de szép megnézel, kisfiam. Oké. Két városunk van ismét. Egy középen, és egy fönt. A középső városnak deszkára van szüksége, vagy lécekre, kinek hogy tetszik jobban. A felső város komplikáltabb, mert a léceken kívül, vagy deszkákon kívül téglára és fára is szüksége van, vagy rönkökre. Megint csak szabadon választhatjuk. A rönköt ezzel a kettővel könnyedén ki tudjuk szolgálni, viszont a téglához is rönkre van szükség, tehát itt már alapba át kell kötni, és a nehézséget az adja, mint hogy megnézitek a térképet, hogy egy hidat tudunk mindösszesen használni. Vagyis nekünk ezt össze kell kötni mindenképp ezzel, majd át kell tudni jönni ide. Oké. Nyilván ez elkészíti nekünk a deszkáinkat, aminek viszont szüksége van ennek és ennek. Azt útközben bekötjük, az nem gond. Oké. Viszont utána a tégla kelleni fog ide, ami távolságban nem probléma, viszont a téglának meg homokra van szüksége. Ez annyira bonyolultnak nem tűnik, arra kell mindösszesen figyelni, hogy a pénzből ne fussunk ki, de az van elég pénzünk. Ez nem tűnik annyira bonyolultnak, aztán majd később kiderül, hogy miben gondoltam én mégis rosszul a dolgokat. Egyszer ezt kössük össze minél kevesebb rombolással, így. El is kezdhetünk átküldeni munkaerőt. Hogy tudok hidat építeni? Ó, hát ezt nem mondták! Mennyibe kerül a híd? $27,000-be. Ó, ez inkább a szélére rakjuk, hogy minél jobban ki tudjunk fordulni. Ezt nem mondták, hogy tudunk hidat építeni. Ó, a kis csalafinta. Jó. Jó, hogy elfogyott a pénzünk. Fasza. Hát ez így jó kör volt. Oké, na mindegy. Átküldünk egy dupla munkás egységet ide. És közben már ezt beágasztatjuk, nem? Ezt így beágasztatjuk, hogy már tudjuk majd rögtön a rönköket átküldeni a téglázóhoz. Vagy téglázóhoz, a deszkázóshoz. És a járgányt majd fejleszteni kéne, mert hulla lassú. Közben viszont, amíg az készül, mi nem csinálunk semmit, nem lesz elég a pénz, mondta meg. Jó, akkor lényegtelen. Akartam mondani, hogy közben rögtön el tudunk kezdeni ide átküldeni munkásokat, de nem, mert nincs elég kezdőtőkénk. Úgyhogy egyelőre kiküldöm a 4 darab rönközést oda. És elméletileg küldök még egyet,
mert ez készen is lesz akkor. Így. Most viszont már lesz elég pénz arra, hogy ezt így összekössem. És amint ez kiment, el tudok kezdeni embereket átküldeni ide. Viszont embereket elég sokat kell küldenem, mert ide fel kell töltenem 4 emberrel, meg ez is 4 emberrel, az 8 kör, annyi viszont lesz az emberekbe. Jó. Ez így kezd alakulni. El is indítjuk. Kérdezhetnétek, hogy miért nem dolgozok ezzel is. Azért, mert egyébként sincs annyi pénzem, hogy most még egy simpárt elkezdjek. Úgyhogy ide küldünk 2 csapatembert. Küldöm a következőt. Ők már ugye tovább mennek hát a sawmill igazából, tehát már egy fűrésztelepre. Ez az. Inkább a mozdonyokat fejlesztem, mert az is jó, ha már azok gyorsabban tudnak menni. És látjátok, már el is készült egy 2-es pak, őt már rögtön küldöm is ide. És pont ő a sereghajtó gyors mozdony, ennek annyira tudok örülni, össze fognak ütközni. Kész van még egy 2-es, azt is már is küldöm, és közben már küldök még egy csapatot, hogy dolgozzanak, csak nincs elég mozdony. Viszont be tudok ja, 20 000-be kerül. Oh, de jó. Jó. Két csapat akkor megint megy ide. Félő, hogy neki fog menni, nem? Pont nem. Jó, fú. Ez kemény volt. Na, minden esetre... fejleszünk még egy mozdonyt. Nézem közel, hogy állunk. Hát jó lenne összekötni ezt a 2 szakaszt. Hát ezt minél... Aha, így. Ott mi van? Hé, ott mi van? Ja, hogy ott nem... Hé, Kás, várjál már, ott miért nem tudok kötni? Jó, mert lejtőm van. Ó, hogy a sanyarú sorsú nénikédet. Magyarán itt nem is tudok rákötni erre. De hiddal se. Nem. Ó, hogy ezt magyarán körbe kell vinni. Ó. De várjunk már, ez hol megy itt föl? Valami nem jó. De, itt valami nem stimmel. Hát valahol csak föl tud menni. Ja, hogy arra. Aha. Hát akkor ez itt föl tud itt. Ja, így. Ja, hogy Ferdén nem tud csak lejönni. Á, értem. De jó. Fú, ez nagyon sokba kerül így akkor. Várnunk kell egy kicsit. De jó. Akkor viszont kiküldünk még egy logist. Várjunk csak, fejlesztünk még egy vonatot inkább. Mert akkor ők már 3-at tudnak kivinni egyszerre. Értitek? Akkor lesz egy kis plusz pénzünk. Így. Az 6000, az úgy egész korrekt. És elfogy az emberünk, úgyhogy küldünk egy 3-as csapatot oda. Az megint 3000. Alakul szép lassan.
küldünk még egy munkaerőcsapatot ide. Úgy látom, hogy kelleni fog. Oké. Lehet, hogy ezt kéne először bekötni, és akkor tudunk átvinni embereket. Ezt meg is csináljuk. Ez 16 ezerbe kerül. Túl sokat rombolunk mi. Aztán nem tudom bekötni. Tizennégyezerre van szükség. Viszont úgy látom, hogy embereket oda küldhetek még le egy csapatot. Meg rönk, nem, rönk van, ember nincs. Jó, az így lemegy, az így rendben lesz. És küldök... Ne állj meg, nem téged akartalak. Így. Ez így akkor elég lesz arra, hogy a felső részt be tudjam kötni. Meg közben... Én tudok oda megint átvinni embereket. Már értem, hogy ez miért lesz ennyi idő. Oké, alakulunk. Közben hülye voltam, mert ide is kell anyag. Ezt meg elküldhettem volna addig, de hülye vagyok. Ezt kivihettem volna oda, át az anyagot. Na, de hülye vagyok. Ez két vonat addig simán elvihette volna. Mert így akkor az bemegy, az van pénz. Innen is küldhetek ki embereket. Ja, nincs több lokomotív. Igen, itt fölöslegesen várakoztattam egy elég nagy szakaszt. Több fölöslegesen. Na nem baj, megoldjuk. A fejlesztések a vonatoknak megvannak, most már csak annyi, hogy küldünk be. Ja, ott ember már van. Alakul az ügy. Csak ne keveredjek bele. Ide kell munkaerő, azt vihetek le. Ott
Oda viszont vihetek át munkaerőt. Ott van 4 darab, azt megint elküldhetem. Ez az. Itt kéne munkaerő, azt küldhetek ki ezzel. Közben elkészült 3 darab ilyen cucc, azt meg elküldhettem már ki ide. Megküldhetek még egy munkaerő csapatot oda. Alakulunk. Jó, ez is mehet. Közben ezt elindítjuk, menjen, fejezze be ezt. Ez vigye a téglát oda. Ezt is elindítjuk, vigye szépen a sóderünket. Vagy mi az homokot. Közben ide küldök embert, hogy legyen. Meg innen is küldök embert át oda. Így. Pótoljuk az embereket. Hát a 11.30 nem lesz sajnos meg, de egész korrektül fogunk állni. Szállítmány, nem tudom, hogy kelleni fogja, de azért elindítom. És jó lenne, hogyha ez még ki tudna menni, mielőtt ő odaér. Valószínűleg ki fog tudni menni. Szerintem lehet majd idővel. Gyanítom, hogy lehet.
biztos lesz rá valami megoldás. Az kivisz 3-at, és most pont nem lesz emberünk. Szerintem pont nem lesz az utolsó egy darabra ember. De pont. Jó, ezzel kész. Vagyunk. Ez már furfangos volt itt azért már. Itt azért már lehetett gondolkodni. Tök jó. Na. Kertezni megyünk, srácok. Jelentsen ez bármit. 11.30 a legkisebb, nem ütközhetünk a vonatokkal, és nem fejleszthetem a mozdonyokat. Hát ez buzi. Nem fejleszthetek. Hát viszont nem fejleszthetek. Mi ez? FAA szabályzat? Befagyasztották a motortuningot? Ujjjjj. Na nézzük, miből élünk. Két városunk van. Itt gumi, naturál gumit állítunk elő ide. Ehhez a városhoz kell üveg, amit itt állítunk elő. De amihez kelleni fog majd homok innen. Ide viszont kelleni fog majd alapgumi és üveg. Jó. Akkor összekötjük egyszer ezt ezzel. Átküldünk 4 embert. Mivel nem fejleszthetünk, ezért kettesével tudnak csak az emberek dolgozni majd. Innen átküldünk oda megint csak 4 embert. Jó, hogy ezt így valahogy ki kéne kerülni. Aha, jó. Az indulhat, meg az is indulhat. Jó, most igazából így töltjük az embereket. Ezt egyébként megcsinálhatjuk. És ezt be is ágasztathatjuk. Ajaj, ide. Ugyanis akkor, ha az oda bemegy, itt ezt megint fel tudjuk tölteni akkor. Majd mindjárt két-két emberrel. És akkor a feladat az lesz, hogy hogy a francba juttassuk, hol vattunk. Aha! Ja, hogy ezt így át lehet szelni, ezt a szakaszt. Aha. Aha. És itt hol fog tudni lemenni? Én nekem már csak az nincs meg fejbe. Ja, itt. Aha. Ez megint szép kör lesz, srácok. Ezt innen látom. Hogy ezt hogy oldjuk így meg. Hát itt sehogy nem tud máshogy elhaladni a mozdony, mint hogy ezt áthidom. De 21 ezer, hát hogy legyen ennyi pénzem? Ajaj. 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 És ez kikerülni nem is tudom, gondolom. De! Ki tudom kerülni. Tehát ki tudom kerülni. Nem az annyi pénzem. Ezt meg kell építeni. Szerintem elbasztam. Amúgy. Mert... nem marad erőforrásom.
Tehát... Fú, várjatok csak. Hát szó... Nem a gumival kellett volna kezdeni, hanem a homokkal és a üveggel. Sokkal kisebb útvonal lehet vinni. Ugyanis... Ha egyszer ezt bekötjük, azt meg kell építeni. Jó, próbáljuk meg onnan. Ezt megépítjük. Jó. Ezt... bekötjük így. Kiindítunk rá két egységet. Azt keressünk rajta 4000-et összesen. Így. Összekötni, a gumit összekötjük, mert azon is keresünk, és ezt megpróbáljuk valahogy ilyen nagyon költségkímélően így, ez az. Igaz, hogy költöttünk rá, de nem annyira sokat. Mert ez így akkor hoz nekünk még 4000-et a konyhára. Majd bonyolult lesz ez, srácok. Így. Az a baj, van 13000, de az megint nem lesz elég ide. Mert ezt meg kéne építeni, hogy ez a kettő között tudjak tök jól gazdálkodni. Ez mennyibe fájna? Hát egy 20-asba. Amiből ugye 10000 csak arra menne el, hogy ezt meg kell építeni. Hú baszki. Hú baszki. Ez baj. Oh, várjatok már! Hát itt le lehet jönni! Oh, hát ezt nem vettem észre. Ó, oh, meg van oldva a dolog. Srácok, megoldódjuk. 16000-re van szükség. Azt megcsináljuk, az elég lesz. Mert ezt bekötöm így. Ó, oh, jó, van, meg vagyunk mentve. Hát én ezt nem vettem észre, hogy itt le tudunk jönni. Ó, oh, hát ez... Nagyon jó. Megmenekültünk. Azért mondom, hogy ez túl bonyolultnak tűnt. Vagy nehéznek inkább. Első blikre. Jó, és akkor... A anyádat. Most miért nem engeded? Ja így. Tizenhatezerre lenne szükség, hogy be tudjam fejezni. Nem lesz annyi. Tizenötezer lesz? Ne, most nem, nem kursz föl. Most nem. Bence, ne lásd annyira borulátónak ezt a dolgot. Nézd, én ezt hobbiból csinálom, szeretetből, és nyilván, mivel azért nem egy rendkívüli valami dolgot készítek, elég nagy piaca van ennek. Hogyha páran nézitek, én annak is örülök. Ha eljön az ideje annak, hogy ebből lesz több, akkor annak is örülök, ha nem, nézd. Ez nem egy egyszerű történet, én ezt nagyon jól tudom. Majd meglátszik, hogy ez hova futja ki magát. Én ezzel nem agyalnék ennyit jelenleg. Ez 15-ből hogy oldom meg?
kérdés. Immále. Akkor is 16-ot akar, ez nem igaz. Oké, megvan a megoldás. Most nézem, hogy ide attól feltölteni az embereket fel tudom. Oké, megvan a megoldás. Minden rendben van. Na, hát ez így már egyben jobban tetszik. Menj már le. Menj már le. Ne, oda, úgy, úgy. Ez az. Ez az, ez az, ez az. Oké, alakulunk. De visszatérve egy szóra, értem persze abszolút, hogy mit akarsz mondani, és nincs is ebben semmi dolog. Hát ez van, így van, érted? Tehát megyünk előre, azt meglátszik, hogy mi lesz belőle. Az utolsó pillanatban váltottam át. Jó, azok kimennek. Az mehet le, az mehet át. Ajjaj! Elbaktam. Ott lesz egy ütközés. Várjunk csak, nem biztos, nem biztos. Oké, megállt. Jó, visz, srácok, forduljatok meg, fordulj meg, úgy. Elbasztam. Jó, jöhetsz kifele. Levert a víz elég rendesen. Van elég pénzünk, egyrészt ezt megépítjük, és elkezdem behúzni erre fel a pályát. Így. Ja, mozdon kéne? Ez most nincs. Ah, köszönöm szépen. Hát nézd. Mint mondtam, én ezt hobbiból csinálom, jól érzem magamat így benne. Ha változik valami, akkor úgyis nyilván én is változtatni fogok rajta. Egyelőre ezt én... Vagy inkább úgy fogalmazok, hogy ebben egyelőre jól érzem magamat. Szóval meglátszik, hogy hova jut ez. Kéne mozdony. Volt megkötés mozdonyra? Nem, nem, nem.
Ugye bonyolódunk már. De oda kell átvinnem két embert, mert nincs. Jó, most oda kell átvinnem két embert, oda meg azt levinnem. És ezt meg... Hát, én így nyersen összekötöm. Jó, ez így. Ujjjj, mindenki a pályán van. Csak remélem mindenki jó helyre megy. Azt a micsoda ipari méreteket öltenek itt a megoldások. Jó, az kimegy kettővel. Az is kimegy kettővel, az négy. Az is kimegy még egy körrel. Oda most munkaerő fog kelleni, úgy látom. Azt meg mindjárt intézek innen. És akkor elvileg feltöltjük itt az üveget, és már készen is vagyunk. Kettőt leküldök, kettőt felküldök, meg ember mehet át. Azt nézem, az bőven fogy.
így. Mert az a jó, hogy amíg a harmadik ember átér, mondhatnánk, hogy már hatan vannak, de igazából kettővel legyártódik a cucc, úgyhogy nem lesz hiány. Látjátok, pont mire beér, addigra már két ember úgymond elfogy. És igazából készen is vagyunk. Indítottam egy plusz szállítmányt, mert ezt most beterelem ide egy kettessel, és készen is vagyunk vele. Hát a 11.30 az, vagy a 14.30 az nem lesz meg. 11.30, bocsánat. De a középsőben megint vele fértünk. Most egy jó átlag médiumot itt is futottunk ezen a pályán. Ugye itt be volt tiltva azt, hogy tuningoljunk a járgányokon, hogy azért volt egy picit lassabb, de na, jó pofa volt, szedtünk össze egy korrekt pénzmennyiséget is, úgyhogy yeah. Jó, teljesen jók vagyunk, srácok. Ó, The Ox nevezetű járgányt kaptunk. Hány pálya van egyébként vajon? 50. Wow. És meddig tart a Steam korszak? 10 pályánként vajon? Gondolom 10 pályánként. Aha, 11-nél jutunk el. Jó. A Gardennél voltunk most, úgyhogy a Bay fog következni. Megnézzük, mit kell csinálni, srácok, aztán tartunk egy 5 perc szünetet, és innen folytatjuk. Azt mondja, hogy ez már kicsit durvább lesz, mert a legkisebb részt is 12 perc alatt lehet megcsinálni. 10.000 dollár értéken túl nem pusztíthatok el tárgyakat, és 62 simvonalnál nem építhetek többet. Érdekes. Oké, srácok, rögtön visszatérek. Egy kis bioszünet, vegyetek magatokhoz kaját, piát, ami éppen szükséges, és mindjárt itt vagyunk, és folytatjuk. Folytassuk, ahol abba hagytuk. Na nézzük, hogy néz ki, mit építenünk kell. Ó, egész kis aranyos. Egy város, két város. Ide bocit hozunk, amit középen fogunk tudni előállítani. Méghozzá ugye búzából, ami itt van lenn. Illetve kell nekünk majd deszka, amit itt lent található malomból, mi az, fűrészmalomból tudunk hozni, és akkor ide kell a deszkát töltenünk. Jó, amit nem csinálhatunk, hogy nem mehetünk 10.000 rombolás fölé, illetve nem építhetek 62 simpárnál többet. Az első és legkönnyebb valószínű, amit összeköthetünk, az itt az emberi dolog a fűrészmalommal, amit be fogunk tudni tölteni, várjunk csak, nem egyszerű ez így, ugyanis ez egy szigeten van, amit ugye itt max be kell építenünk, az 23.000, viszont az menni fog ebből a pénzből valószínűleg. Jó, nézzük csak meg.
Üha. Hát itt azért rombolnunk kell. De remélhetőleg ez bele fog férni. Viszont itt már fejleszthetünk is majd, úgyhogy egész korrekt lesz a járgányozás. Indítunk még egy vonatot. És akkor megpróbáljuk egyből összekötni a hidas részt. Ami nagyjából úgy nézem, hogy az így egész korrekt lesz. És a ha ott egyből rombolunk kettőt, az viszont nem egy jó hír. Megpróbáljuk nem úgy, így. Most járunk 6000 rombolásnál, az bajos. Viszont ezt ki tudjuk kerülni, ez így nem rossz. De mi azt jelenti, hogy el tudunk indítani újra embereket ide, és már át tudjuk vinni a deszkához akkor. Így ez a kis körforgás itt már legalább be tud indulni. Átküldünk egy csapatot, átküldünk mindjárt még egyet. Viszont itt meg feltöltjük a készletet közben két csapattal. És akkor nézzük, hogy hogyan tudunk ebből tovább gazdálkodni. Ugye embert innen tudunk átvinni. Sőt, embert ide kell átvinni, bocsánat, mert jelleg nincs. És ott nem tudunk rombolni, vagy nem akarok rombolni, úgyhogy ezt így tudjuk megoldani. Két csapatot már is lehet átvinni. Illetve, hogy legyen elegendő pénzünk, a hídról, ha le tudok korrektül ágazni, és le tudok már pedig, akkor ide is be tudok vinni előkészületbe két csapatot. Tehát, hogy legyen pénzünk, mert különben így elég gázul járunk. Nagyjából legyen 16000 környékén lesz akkor a manink, hogyha jól számolok. Egy deszka kört közbe tudunk vinni, úgy látom. És ha viszont el tudok vinni egy deszkakört, az azt jelenti, hogy ide meg be tudok hozni egy pótember csapatot. Sőt, úgy látom, hogy még egyet el tudok vinni, mert akkor így lesz 4. És tudok küldeni két embercsapatot is. Így. Amit akár ide is fel tudok tölteni. És az megint pénz akkor egy kicsit.
Sőt, ide is tudok beküldeni még egy egységet. Ami azt jelenti, hogy van 34 ezrünk, sőt lesz egy picit több is. Tudunk építeni egy hidat. És ezáltal... Mennyit rombolhatok? Még 4000-et. Hát elvileg ez így belefér. És ez azt jelenti, hogy elkezdhetem feltölteni két egység emberrel azt a területet, mármint a búzát. Ami pedig azt jelenti, hogy én ha ezt itt beágasztatom, akkor rombolni fogok? Rombolni fogok, az baj. Az nagyon nagy baj. Az nagyon nagy baj. Hát pedig máshogy nem fogunk tudni most megcsinálni, akkor rombolok. Nem, még benne vagyok. Az nagyon jó akkor. Mert... ha én ezt el tudom... Ha most nincs annyi pénz, jó, akkor azt megvárjuk. Még egyet tudok vinni? Viszünk még egyet. Simben abszolút jól állunk egyébként. Az abszolút jó. Azzata mondja... Tudunk vinni még egy körembert, mert ugye elegendő lesz hozzá. Nekem ezt kéne így bekötnöm valahogy úgy, hogy ne romboljak le semmit. Hát ez így érdekes lesz. Már nem tudok rágazni, hogy... De... Hát elvileg egy ezrest még tudok bukni. Majd mindjárt megcsináljuk, hogy értsétek. Csak kiküldöm a mozdonyokat, legyen pénzünk. Mert itt ez most tele van. Tehát itt most nem tudunk mit csinálni. Tízezer, az már szerintem elég. Aha, és elértük a határt. Tehát ez a koksz, amit tudunk építeni. Szia, Diane! Szép estét neked! Hello, Bello! Én is szeretem őket! Most úgy döntöttem, hogy mivel túl sok autós játék lesz a héten, egy ilyen kis csillezős valamit is piktassunk be. És elméletileg ezt még itt össze tudom kötni. Vagy ha lesz pénzem! Az mindjárt megtörténik. Így. Jó. Ugyanis, akkor el tudom indítani a téglát oda be, méghozzá két egységgel. Ha azt elindítom, ők elkezdenek gyártani. Ami azt jelenti, hogy ők most legyártanak még négyet, vagyis át tudok küldeni két egységembert. És át tudok küldeni újabb két egység fát, hogy elegendő legyen. Ja, nincs több mozdonyunk. Bocs. Most meg mozdony hiány van. Oké. Na, és akkor ők legyártják a maradék, sőt, elég is lesz.
Mi viszont be tudjuk varázsolni. Kérlek, kérlek, mondd, hogy be tudok. A francba. Ez itt nem jó. Ugyanis nekem erre ki kell tudnom ágazni így. Ennek meg be kell tudni ágazni így. És akkor az ott nem kell. Így. Mert elindítom akkor a búza szállítmányt. És akkor el tudjuk kezdeni a bocikat gyártani. Hülye szóval. Ó, ilyen nagyvonatos vagy? Én megmondom őszintén, annyira nem, viszont nagyon élveztem ennek az első részét is. Tök feelinges volt így megismerni, mert ott ugye az első részenek a játéknak úgy volt megcsinálva, hogy történelmi szintenként indultunk el, és itt is úgy lesz, tehát mindjárt mutatom majd a menüt, hogy néz ki, de igazából ott kimondottan volt egy nemzet, mondjuk Németország vagy ilyesmi, és úgy fejlődtünk azt hiszem ilyen 1930-as évektől napjainkig. Itt ez ilyen duplába van fogva, nem tudom mennyire valósak itt a mozdonyok, viszont itt is elég ilyen nemzet szinten van megcsinálva. Ajaj, bonyolódik a dolog, srácok, azt, hogy kivisszük a bocit, oda. Fú, nagyon keveredik a dolog. Mindegy, fejezzük be egyszer ott a bocit. Az kell még egy. Ők tudnak gyártani még egy kettes csoportot, de aztán elfogynak. Ami azt jelenti, hogy oda is kell boci. Akkor viszont ezt fel tudjuk tölteni kétszer két egység búzával. Állítunk be vonatot szerintem majd. Vagy fejlesztünk. Viszont itt elfogyott a munkaerő, azt innen tudjuk pótolni. Méghozzá úgy, hogy leküldünk három egységet. És itt is elfogyott a munkaerő, de azt mindjárt megoldjuk úgy, hogy előbb a maradék egy bocit én kiküldöm oda. Az bemennek oda. És amíg ők ellébet szólnak, én elindítom a deszkákat oda. Kell egy vonat. Így. Jó, itt meg elfogyott. Na, azt mindjárt megvárom inkább, mert nagyon bonyolult lesz. Ez kiviszi a maradék két deszkát oda. Itt meg elfogyott a munkaerő, azt meg pótoljuk innen kétszer vagy háromszor két egységgel. Így. És ide már csak két boci kell, az mindjárt meg is lesz, mert van elég búza hozzá. Viszont ugye a másik csapathoz nincs, úgyhogy itt nekiállunk, és akkor visszapótoljuk a búzát viszont innen. Jaj, állj meg!
Úristen! Most vettem észre, basszus, hogy mekkora tempókülönbsége ment a két mozdony. Azat nem tudom, semmit nem lehetett odarakni. Ennyi volt közte, baszki. Fú, leizzadtam keményen. Jó. És akkor van egy újabb boci szállítmányunk. Azt elindítjuk. Ja, oda kellett volna a boci. Nem baj. Már küldöm is. Igazából ez... nem, a 12 perc már nem lesz meg. Van vissza fél percem. Jó, hát akkor az nem baj. Oda kell még egy boci. És pont el fog fogyni. Tehát pont kell küldenem be még egy egységembert. Mert kevés. Meg kell küldenem még egy kis búzát. Pont egy boci hiányzik. Na tessék. Remélem, srácok, így totál egyszerre fogtok így betámadni ide az állomásra. Persze, hogy egyszerre. Ez hülye kérdés volt. Igen, elcsesztem, láttam. Áú. Áúcs, elbasztam. Ó, de kár érte. Nem baj, ezt a pályát majd újra játszunk. Kicsit túl optimista voltam, hogy nem lesz gyorsabb az egyik a másiknál. De, az volt. Ó, és lerobbannak a mozdonyaim, és javítani kell őket. Wow, mekkora fejlesztés az előző részhez képest. Ott szimplán csak ütközött, aztán ennyi volt. Ó, értem. Na nem baj, úgyis minden pályán itt-ott maradt egy-két olyan dolog, ami miatt nem három csillag lett. Arra ott olyan pálya, amit három csillagra megcsináltam elsőre. Itt most az a lényeg, hogy mutogassam nektek egy picit a pályákat, úgyhogy az a boci ott bevándorol, és elméletileg ez készen van. Addig én meg türkölök egyet. Na. Egész jó skacok. Na. Ezt akartam mutatni. Közben egészségetekre. Hogy ez egy sokkal ilyen kicsit mesésebb kinézete van, mint az első résznek. De az is hasonló volt megcsinálva, hogy ugye látjátok, hogy itt lesz majd kicsit már az industriálisabb, itt lesznek már az elektrikális, tehát itt valószínűleg már benn lesznek az elektromos mozdonyok, a villanymozdonyok. Itt a globalizáció valószínűleg megérkeznek már a dízel mozdonyok, meg ilyesmi. Hát itt a Space meg a francia tudja, hogy mi lesz. Itt látjátok, hogy milyen mozdonyokat hogy kapok. Hát ezek a kis kezdetlegesek. Valószínűleg egyébként itt ebben a második részben nem igazán költöttek a licenszre, mert én úgy emlékszem, hogy az első részben ott ténylegesen valós nevén voltak a mozdonyok, meg minden. Meg... tényleg rá lehetett zoomolni és láttad részletekben. Lehet, hogy egy picikét alább hagyott a készítőknek a kedve, vagy nem úgy jöttek ki az anyagi lépések. Attól függetlenül szerintem ez egy marha jó kis pofás játék lett belőle, úgyhogy én nekem egyre nagyon tetszik.